Megadom a szót dr. Morvai Krisztina, Európa Parlamenti képviselőasszonynak, parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtársaim, a sors néha igazán drámai forgatókönyveket tud írni. Itt vagyunk a 60. évfordulón, október 23-a és november 4-ei közötti napon, november 2-án az Országgyűlés Nagy Imre termében. És itt van velem szemben egy márványtábla, ami olyan, ugye az van ráírva, hogy kegyelmet nem kérek. Ez az 1956 utáni brutális és az igazságszolgáltatás általi elszámolás, leszámolás során elhangzott egyik mondat. Én viszont azért vagyok itt, tisztelt képviselőtársaim, mert a 2006 őszi nemzeti ellenállás és a 2002 és 10 közötti nemzeti ellenállás szereplőinek képviseletében kegyelmet kérek. És hogy miért? Arról néhány gondolatot engedjenek meg, hogy felolvassam. Van úgy, hogy az igazságtalanság elviselhetetlen mértékűvé válik. Ilyenkor az igazságtalanság semmiképpen nem maradhat érintetlen, hanem orvoslásra szorul, és ezt az orvoslást minden igazságszerető embernek követelnie kell. Ezért vagyunk most itt. Gyurcsány, Gergényi, Bene, és a 2006 őszi véres rendőrterror felelősei szabadon s büntetlenül, a jogtiprásaik ellen fellépő Budaházi György és a Hunnia csoport tagjai börtönben 7 éve büntető eljárás alatt, első fokon összesen 125 évi fegyházbüntetésre ítélve. A 2002 és 2010 között minden egyes hazafias tüntetést könygázzal, kergetőzéssel, körbezárásokkal feloszlató és minden tüntetőben összeverendő, előállítandó csőcseléket látó Medgyessy, Gyurcsány, bajnai kormányok alatti vezetők szabadon, a hazafias tüntetéseket és az ellenállást szervező budaháziék börtönben. Úgy tűnik, győzött a gyurcsányi elnyomás, jogtiprás, a nemzet megalázása, s elbukott a velük szemben a nemzet méltóságát védő ellenállás. Mi az üzenet? Hogy gyurcsányék, vagy jogtiprásra, megalázásra szakosodott utódaik bármikor visszatérhetnek, ők bármit megtehetnek, mindent el kell viselni, mert ők megusszák, a velük szembeni ellenállást viszont brutális megtorlás követi. Ez a helyzet elviselhetetlen mértékben igazságtalan, ezért az igazságtalanság orvoslásra szorul, és ennek érdekében mindent meg kell tennünk. És úgy gondolom, hogy az elviselhetetlen igazságtalanság orvoslására mindent meg kell tenniük azoknak a politikusoknak, képviselőknek, akik a kitartó és önfeláldozó nemzeti ellenállás nélkül nem lennének ott, ahol most vannak. Azoknak a jobbikos képviselőknek, akik a nemzeti ellenállás főszereplőinek kitartása és bátorsága nélkül most nem lennének országgyűlési képviselők. Azoknak a fideszes politikusoknak, akik a nemzeti ellenállásban kitartók nélkül nem nyertek volna elsöprő többséget a 2010-es választáson. Ők azok, akik igazságtételt ígértek 2006 őszéért és a 2002 és 10 közötti rendszer bűneiért. Igazságtétel nem történt. Az akkori politikai vezetők, a magukat is hazugnak mondók, a kurva országozók, a szemkilövetők köszönik, jól vannak, és igyekeznek visszaállítani a hatalmukat. Látványosan készülődik a gyurcsányi restauráció. Az ellenállás szervezői és vezetői börtönben.
Mit mondanak azok, akik igazságtételt ígértek? Mi megpróbáltuk, de az ügyészségen és a bíróságokon belül működő valamiféle rejtélyes és láthatatlan erők megakadályozták. Megakadályozták a főbűnösök felelősségre vonását, de elérték a velük szemben ellenállók bebörtönzését. Létrejött az elviselhetetlenül igazságtalan helyzet, de ők azt állítják, nem tudnak mit tenni, eszköztelenek. Ez nem így van. Lehet, hogy a szemkilövetők nem megérdemelt bebörtönzését nem tudták elérni, de tehetnek az ellen, hogy a Medgyessy Gyurcsány-bajnai rendszerrel szembeni ellenállók ne maradjanak, illetve ne kerüljenek börtönbe, és így az elviselhetetlen igazságtalanság legalább részben orvoslást nyerjen. Ennek az eszköze az amnestia, a kegyelem. A kegyelem gyakorlásával a Budaházy György és a Hunnia csoport elleni büntetőeljárás azonnal, már holnap leállítható lenne eljárási kegyelemmel, és az első fokon elítéltek kiszabadulnának az előzetes letartóztatásból, házi őrizetből, akik ott vannak, és nem kellene kiállniuk a minden jó érzésű ember által brutálisnak tartott fegyházbüntetést. Jelentős időt töltöttek már fogságban. Budaházy például 2,5 évet. 7 esztendőn át éltek büntetőeljárás súlya alatt. Egyebek mellett legalább 100-150 tárgyalási napon át ültek a bíróságon a vádlottak padján. Nem elég ez, kedves jobbikos képviselőtársaim? Nem elég ez, kedves fideszes képviselőtársaim? Önök a választóik szemébe tudnak nézni azt mondva, hogy Gyurcsányék megúszták, Budaházyék maradjanak végeláthatatlan büntetőeljárás alatt, s töltsenek le 125 évnyi fegyházbüntetést. Ezt ígérték? Ha úgy gondolják, hogy nem, akkor adjanak nekik amnestiát. Részesítsék őket közkegyelemben. Az egyéni kegyelmezés jogát, mint tudjuk, a köztársasági elnök gyakorolja, a többeket érintő úgynevezett közkegyelmet az országgyűlés gyakorolja. Budaházy György és a Hunnia csoport tagjainak sorsa tehát jelenleg a fideszes és jobbikos országgyűlési képviselők kezében van. Pontosítok, az elviselhetetlen igazságtalanság orvoslásának lehetősége Budaházyék 7 éves büntetőeljárás és huzamos előzetes bebörtönzés utáni szabadsága a fideszes és jobbikos országgyűlési képviselők kezében van. Ma megkezdődik valami. Az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága tárgyal egy javaslatot. Ez a javaslat még nem az amnestiára irányul, csak arra, hogy a politikai ellenállás általi motivációt a bíróságok legyenek kötelesek enyhítő körülmények tekinteni. Budaházy György a tőle megszokott keserű humorral így reagált erre: enyhítő körülményeket már Kenész bírónő tanácsa is figyelembe vett, ez nekem 13 évet hozott. Kedves képviselőtársaim, amikor az igazságtalanság elviselhetetlenné válik, nem lehet kompromisszumot kötni. A határozati javaslat erőterjesztése óta megváltoztak a körülmények, Budaházyékat újra bebörtönözték. Tovább kell lépni. Követeljük az amnestiát. Kérem fideszes képviselőtársaimat, és természetesen jobbikos képviselőtársaimat, hogy a követelésünkhöz ők is csatlakozzanak, ehhez az alapvetően civil követeléshez, hiszen a kialakult helyzet, hogy Gyurcsányék szabadon, Budaházyék börtönben számukra is nyilvánvalóan elfogadhatatlan, mert mélyen és elviselhetetlenül igazságtalan. A választókat pedig, a fideszes és jobbikos választókat arra kérem, hogy győzzék meg az általuk támogatott pártot és képviselőiket, írjanak leveleket neki, keressék fel őket telefonon vagy személyesen, követeljük együtt az amnestiát, szabadságot Budaházynak, szabadságot a politikai foglyoknak. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Én láttam Orvai Krisztina képviselőasszony jelentkezését, és akkor utána lesz Szaúd Gábor hozzászólása. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen, az eddigiekre reagálva, hogy mondjam azt, hogy semmiféle szereptévesztés nincsen, hiszen a közkegyelem jogának gyakorlása az az országgyűlés, tehát a törvényhozó hatalmat illeti meg, és az eljárási kegyelem esetén, ellentétben az itt többször elhangzottakkal, nem dönt a bűnösség kérdésében a kegyelmi jogkörnek a gyakorlója.
és képviselőtársam hát kuncogással reagált arra, hogy bizonyos kérdésekben azért talán szakértő vagyok. Hadd mondjam, hogy PhD fokozattal és bírói szakvizsgával rendelkező egyetemi docens vagyok az ország vezető jogi karán, tehát engedjen meg azért néhány jogi, szakmai jellegű megjegyzést. Ez pedig a következő. Szóba került itt a semmiségi törvény és az amnesztia egymáshoz való viszonya. Ezt a kérdést nagyon alaposan elemezte a 2013-as alkotmánybírósági határozat, a semmiségi törvény alaptörvénybe ütközésének, esetleges alaptörvénybe ütközésének kérdéséről, és noha úgy döntöttek az alkotmánybírák, hogy átment az alkotmányosság szűrőjén a semmiségi törvény, azért a többségi véleményből is kiolvasható, meg a külön véleményekből is, hogy alkotmányossági szempontból megnyugtatóbb az amnesztia. Amit ők kimondtak, az alkotmánybírák meggyőződésem szerint helyesen, az az, hogy mind a kettő az állam részéről egy ex gratia jellegű döntés a vonatkozásban, hogy egy adott történelmi korszak igazságtalanságára reagálva, az azzal összefüggő jogsértő helyzeteket orvosolják. Tehát, ahogy az Alkotmánybíróság is világosan kimondta, ez egy politikai döntés. És ezt a politikai döntést önöknek kell felvállalni, akkor is, hogyha nemlegesen döntenek. Tehát akkor, ahogy részletesen kifejtettem a kis beszédemben, akkor a választóik szemébe kell nézni, és azt mondani, hogy részünkről rendben van az, hogy Gyurcsányék szabadok, Budaházyék pedig börtönben vannak. Így akkor nincs semmi probléma. Csak lássunk világosan, a hatalmi ágak megosztása szempontjából is ez egy törvényhozói döntés. Adok közkegyelmet, vagy nem adok közkegyelmet, és ezért a felelősséget vállalni kell. Azzal is egyetértek, hogy ez a törvényjavaslat, ez nyilvánvalóan, tehát határozati javaslat, ami egy törvény megalkotásáról szól, ez teljesen nyilvánvalóan, ugye aki már cipőfűzőjét meg tudja kötni annyira nagy, az világosan tudja, ez nyilván egy politikai kompromisszumnak az eredménye. Az önök választói viszont nem kompromisszumkészséget várnak önöktől. És merem mondani, hogy ez a fideszes választókra éppen úgy igaz, mint a jelenlegi jobbikos választókra, hiszen annak idején 2006-ban, meg 2002 és 2010 között együtt szívtuk az utcán a könygázt, és vannak bizonyos dolgok, amikben nem értünk egyet, viszont abban, hogy ha Gyurcsány szabad, akkor Budaházyéknak is szabadnak kell lenniük, ebben tökéletesen egyetértünk. És én most elkezdek egy országjárást, ahol ezzel kapcsolatban próbálom az emberek véleményét meghallgatni, próbálom őket meggyőzni, és arra fogom őket kérni, hogy a legnagyobb szeretettel és türelemmel próbálják ezt az országgyűlési képviselőiknek elmagyarázni. Nagyon szeretném ugyanakkor, mert nagyon szimbolikus és nagyon szép lenne, hogyha 2016-ban, azaz 56-60. Évfordulóján történne ez a közkegyelem, annál is inkább, mert hagyományosan a közkegyelem az mindig valamilyen nagy eseményhez, a nemzet életében nagy eseményhez kötődik. Ne felejtsük el, hogy még a kommunisták is képesek voltak 7 év után közkegyelmet adni azoknak az 56-osoknak, akiket nem akasztottak föl, közülük ugye a legtöbbeknek. Tehát azt gondolom, hogy 2016-ban a 60. évfordulót úgy kellene lezárni, hogy önök veszik a bátorságot, összeülnek egymással, és a jobbikos választók és a fideszes választók egyértelmű, megkérdőjelezhetetlen akaratával egységben leülnek egymással, és kidolgoznak egy olyan közkegyelmi javaslatot, amiben mind a két fél egyetért. Köszönöm szépen, hogy Köszönöm szépen, Szabó Gábor, a lennökülnek az egyszerűen. Igen, köszönöm.